Rátonyi Ákos a rendező, forgatókönyvíró, egyébként színészként is bemutatkozott 1929-ben Hollywoodba költözött, bár egyébként 1908-ban született, 32 évesen alkotta ezt a remek művet, amit nézünk, tehát azt mondom, hogy ez egy nagyon zseniális pálya, Korda Sándor segédrendezője volt. Egy nagyon jó filmnek tekinthető, és a végén fogunk rádöbbenni arra, hogy nagyon rokon azzal a 5 évvel korábban készült magyar filmmel, aminek a Café Moszkva címe, és Széke István rendezte, aki akkor 40-ben már az Egyesült Államok felé hajózott, vagy talán már ott is volt, és abban nagyon rokon, hogy ezt mind a két filmet tulajdonképpen a Casablancának valamilyen formában egy ilyen elődjeként foghatjuk föl. Radványi Géza írta a forgatókönyvet, és ezért nem a Tolnai, vagy nem a Rátonyi felesége játszhatta a főszerepet, hanem a Radványi, ő a Tasnádi Fekete Mária, aki Magyarország egyik szépségkirálynője volt, ha jól emlékszem, akkor 1930-ban vagy 29-ben. Az összes Radványi filmnek ő játszotta a főszerepét, ahogy a Rátonyi filmeknek meg Tolnai Klári. Ugye 1940-ben már 2 éve szankció alatt volt az úgynevezett zsidó törvény, amikor a magyar filmszakmát zsidótlanították, tehát gyakorlatilag faji alapon megszűrték az abban közreműködő vagy szereplő színészeket. Ebben a filmben két olyan embernek adott, igaz, hogy nem túl nagy, de azért az ő nyilván az ő számukra egy életmentő szerepet. Ez a Gózon Gyula Berki Lili házaspár, akiknek szinte az egyik utolsó filmszerepe volt ez 1940-ben. Gózon Gyula, aki egyetlen egy szerepben fogunk hallani vagy látni, nem is prózai szerep, hanem egy énekes szerep, azt hiszem, hogy egyetlen egy szót sem fog szólni, csak elénekli. Ott hallod Dnyeszter vize zúg című első világháborús nótát, amiről lehet, hogy nagyon sokan nem tudnak semmit, hát én elárulom, hogy ez egy nagyon-nagyon híres első világháborús nóta volt annak a periódusában, a háborúnak abban a periódusában, amikor már nagyon szomorú volt a háború, és hát nem sok reménnyel kecsegtetett. Eredetileg ez is lett volna a film címe, hogy ahol, ahol a Dnyeszter vize zúg, túl hosszú volt, nehéz forgalmazni, ezért lett a címe Szarajevó. Szarajevóból indul a történet, Oroszországban végződik. Köszönöm szépen ismét, hogy eljöttél. Izgalmas 81 percre számíthatunk. Kuriózum a film, klasszikus alkotás.